Az utóbbi időben a Magyar Tartalékosok Szövetsége, mivel lehetőségeink vannak, és folyamatosan erősödik a szervezet, ezért megnyitottuk a lehetőséget olyan sportok felé is, amik korábban hát majdnem, hogy elképzelhetetlenek voltak. Így került sor a Matrasznál a repülős tagozat megalakítására. Az a fő feladatunk egyrészt a toborzás, hogy a Magyar Honvédség soraiban minél több személyt érjünk el, de ezen keresztül természetesen a saját tagságunk toborzása is. Tehát egyrészt a toborzás, másrészt az olyan előképzések nyújtása, mint ahogy említettem, ez a terepen való tájékozódás, mozgás, kötelékben való mozgás, vagy a repülés, vagy a hajózás esetén. Készséget mennyit tudsz átállítani egy ilyen ejtőernyős készséget? Hát gyakorlatilag egy pár hónapos foglalkozás után természetesen először az elméleti ismeretek, biztonsági rendszabályok, majd a gyakorlatban is lehetőség van ejtőernyőzésre, vagy a kis repülő kezelésére.